És akkor ugye megszületett a Gunó Faust 1859-ben, ami hosszú-hosszú évtizedekig, ha jól emlékszem a statisztikára, több mint 100 évig a legtöbbet játszott, a legsikeresebb francia operája lett a Párizsi Operaháznak. Van Faust, az ember, a többre-jobbra vágyó, esendő ember, aki eladja a lelkét az ördögnek. És ugye hát az egyik legfontosabb kép ebben, ugye a Faust Margit Mephisto történetet nagyon sokféleképpen lehet forgatni, de ugye Margitot is Mephisto segítségével hódítja meg, és tulajdonképpen ennek a szerelemnek és nagyra vágyásnak a kudarcáról és az embernek az esendőségéről szól ez a Fausti történet. Mihály Zelenszkij jött rendezni. Egy eléggé felkészült rendező, iszonyatosan rutinos, 24 évesen debütált a Milánói Szkálában, több száz produkció rendezésén van túl, pontosan tudja, hogy mit szeretne csinálni egy darabban. Inkább az énekeseknek tudtam azt hiszem segíteni, és a dramaturgia elég sok mindenre tud kiterjedni. Például itt volt, akinél a francia kiejtésben tudtam segíteni, szerepértelmezésben. Ez egy hatalmas nagy kihívás, meg egy nagyon érdekes dolog volt számomra, mert hogy ugye én a Mihállal nem dolgoztam eddig sohasem. Ami az első és nagyon komoly táncbetét, amit teljesen rám bízott, és amiben nem is nagyon szólt bele. A kermesze, a katonáknak a bevonulása, ahol a férfi kórust is kellett mozgatnom, és mellette egy ilyen pomponlányos happeninget csinálni. Utána az első felvonás vége a nagy valcer, ugye a Mihály ezt egy diszkóba helyezi, tehát ő abszolút a mai világ helyszíneit próbálja meg elénk tárni, tehát a mostani világ helyszíneit, és ott például egy agyondrogozott, beszívott, elég részeg csapatot kell az extázis szintjén megjeleníteni. A Faust zenéje azt hiszem, hogy vitán felül Gunó legkomolyabb teljesítménye, legnépszerűbb operája, és talán az egyik, talán az egész 19. századi francia zene egyik csúcs teljesítménye. Annak a kornak az ízlését mind dallamilag, mind hangszerelésbelileg, meg magának a történetnek a sokarcúságával, egy totál pritalálat.